26. éve szervezi a Pilich család a Szent István napi néptánc találkozót Kolozsváron. A hagyományokhoz híven kedd este gyűltek össze a központban a népzene és néptánc kedvelők, közel 300-an léptek színpadra. Augusztus 16-a és 20-a között zajlott a 26. kiadása a Szent István napi néptánc találkozónak. A rendezvény a kolozsvári magyar napok részét képezi, minden évben kedd este a népzene és a néptánc áll a központban a gála est révén. Ezt idén is népviseleti felvonulás előzte meg, a Jókai utcán vonultak fel a résztvevő néptánc csoportok. Pilich Balázs, a rendezvény főszervezője elmondta, 3 kontinens 8 országából 20 együttes érkezett az 5 napos esemény sorozatra. Ami újdonság volt az idei fesztiválban, a programokban, hogy flashmob sorozattal kezdtük, esti flashmob sorozattal kezdtük, tehát végig táncoltuk az éjszakát itt a város különböző pontjain, kihasználtuk az új sétálótereket, amit a város most nyújt, és olyan közeget tudtunk bevonni a fesztiválba, akik máskülönben szerintem nem jöttek volna el, vagy nem találkoztak volna a táncosokkal. 300 fellépő Törökországból, Görögországból, Mexikóból, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről, Magyarországról és Erdélyből érkezett. A táncegyüttesek többsége a kezdetektől fogva részt vesz a találkozókon. Számokra ez nem egy fesztivál, hanem egy életérzés. Imádunk itt lenni, annyi jó barátot, annyi élményt, annyi ismerettségre tehetünk szert, hiszen olyan együttesek vannak itt, mint például a Mexikóból, vagy akár a török együttes, a görögök, különböző tájegységekről vannak, és egymás kultúráját szívjuk magunkba, adjuk át és kapjuk. A néptánc együttesek, illetve az őket kísérő zenészek fergeteges hangulatot teremtettek Kolozsvár főterén több száz érdeklődő előtt.